Tudjátok, hogy ha a Facebook hírfolyamát nem a megfelelő beállításokkal használjátok, akkor lecsúszhattok a legfrissebb Music Channel hírekről? Segítünk picit! Annyi a dolgotok, hogy a videóban látható lépéseket követitek és beállítjátok a megjelenés elsőként opciót. Így tutira nem maradtok le semmiről. Hazértünk Izlandról, ugye ott forgattuk a Sziluett című dalunk, az a klipet, akkor én másnap este leültem, és alatta morajlott a város, és nagyon durva szombat este volt, és akkor gurult ki ez a dal, és ezt a check-in lemezünkre, a bemutatkozó lemezre szántuk, csak aztán megkerestek minket a Strand Fesztiváltól, hogy mi lenne, hogyha jegyeznénk a fesztivál himnuszát. Nedves a lebedő, beszáll a füst, a csukott ablakon, bohém árnyék. Eküt hívtuk a hősökből, hogy kollaboráljon velünk, vele van egy régi barátság, és nagyon régóta akartam, hogy dolgozzunk valamit közösen, és így adta magát az alkalom, hogy ezt a második verzét azt elvigye. Elküldtem neki, és rá egy néhány napra már küldte is a verzéjét. Aztán landolunk bárhol, az úti cél random, elbújni valahol, pont itt a stranton. Vibráló fények, nem kell, hogy aggódj, az életünk édes, egy hűsítő nagykor. Ez már egy régi ötletünk volt a Tomival, hogy egy repülőgép szimulátorba csinálunk egy klipet, és akkor ez volt az a dal, ami az így nagyon illet, és így összejött úgy, hogy ugye a fesztivál képeket is bele tudtuk helyezni, úgy, hogy a szimulátornak az ablakaiba helyeztük bele ezeket a képeket, és így lett meg ez a fesztivál flash, és ez a party hangulat. Itt is marad. Bencivel megfogadtuk, hogy ezentúl nem fogunk új castingolni, mint korábban, hogy különböző ismerős arcokhoz nyúlunk, csak aztán mindig eszünkbe jutnak ilyen karakterek, akiket látni akarunk a videóban, és egyből beugrik hozzá egy olyan arc, aki így a közelünkben van. Néhány modellányt hívtunk, de alapvetően mindenki, aki a klipben szerepel, így valamilyen módon kapcsolódik hozzánk. Tessük fel minden szürke falra, sínkokat húzunk fel a magasba, felhőkön túl az égelet. 10 dallal jöttünk ideig össze a Jetlag név alatt, és igyekeztünk mindegyiket úgy csinálni, hogy azért nem nagyon hasonlítson egyik a másikra. Nyilván vannak ilyen alapvető irányok, de azért így valahogy valamiben mindig eltér, már csak azért is, hogy izgalmas legyen számunkra. Nyilván, hogyha ekkora a szórás, meg bátran állsz hozzá az egészhez, mint mi, lásd rockzenészként alapvetően elektronikus popot csinálni, akkor azért benne van, hogy csinálsz olyat, ami abszolút kritikai siker, meg csinálsz olyat, ami pusztán közönség siker. Mi igazán így az ilyenféle kritikákkal próbálunk nem foglalkozni, mivel szeretjük ezt csinálni, tartok tőle, hogy ez még nem fog elfáradni egy jó darabig. Repül az idő, repül az idő, repül az idő, megszűnik észre sem veszem. Szerencsére egész jól néz ki a nyára a Jetlag naptár, a nagy színpadokán ott vagyunk minden menő, meg annál is menő fesztiválon. Ezen kívül van még egy nagyon fontos megjelenésünk, ez júni 1, a Brainsel vagyunk a parkban, ami egy kitüntetett bulinak ígérkezik. Ott indítjuk el igazán a nyarat, úgyhogy várom mindenkit nagy szeretettel. Tudtátok, hogy ha a Facebook hírfolyamát nem a megfelelő beállításokkal használjátok, akkor lecsúszhattok a legfrissebb Music Channel hírekről? Segítünk picit! Annyi a dolgotok, hogy a videóban látható lépéseket követitek és beállítjátok a megjelenés elsőként opciót. Így tutira nem maradtok le semmiről.